Többszörös jubileumot ünnepel idén a Józsa András Kórház gyermekosztálya. 90 éve működik önálló gyermekgyógyászat a Nyíregyházi intézményben. A kórházban folyamatosan bővülnek a gyermekgyógyászat ellátási területei. A jövőben a gyermekpszichiátriai ellátást szeretnék kimagasló szinten biztosítani. 90 éve működik önálló gyermekosztály a megyei intézményben. Kezdetben 4 helységben 20 ágyon látták el a gyerekeket. 1968-ban kapott egy teljesen új épületet a részleg, és 2015-től pedig már 21. századi modern körülmények között tudják gyógyítani a betegeket. Az elmúlt 90 év alatt szakmailag is nagy utat tett meg a gyermekellátás, hangzott el a tudományos konferencián. Míg 90 évvel ezelőtt 1000 újszülöttből 100 meghalt, mára 1000-ből 4. A csecsemő halandóság visszaszorítása továbbra is kiemelt terület a gyermekgyógyászatban. A szakma szerint probléma, hogy minden 10. gyermek koraszülött, éretlenül jön a világra rosszabb életkilátással. Ezzel a speciális mentőautóval biztosítják a koraszülöttek mentését a megyében. Az országban elsőként 25 éve a Nyíregyházi Kórházban működött először gyermeksürgőségi ellátás és koraszülött mentés. A gyermekgyógyászatban az ellátás szakmai minősége függ a kórházi körülményektől. A Pólus program lehetővé tette, hogy egy jól felszerelt, korszerűen műszerezett intézményben gyógyuljanak a gyerekek. Dr. Dicső Ferenc osztályvezető főorvosa vendégem ma este. Jó estét kívánok, köszöntöm. Szép estét kívánok mindenkinek. Picit beszéljünk a múltról, a régmúltról. Mi az, amit ez a 90 éves múlt üzen ma a gyermekosztálynak? Mi az a szellemiség, amit meg tudott őrizni a kórház gyermekosztálya? Hát amikor az osztály kollektívája úgy döntött, hogy ezt a 90 éves évfordulót megünnepeljük, megállunk egy pillanatra és visszatekintünk, akkor az egyik legfontosabb szándékunk az volt, hogy megnézzük, hogy honnan jutottunk és meddig jutottunk el. Hát 90 évvel ezelőtt a akkori kórházi igazgatóság igazgatói lakásából jött létre a gyermekosztály 4 korteremben 20 ágyon, és ezt követően szépen fejlődött az első nagy tekintélyű gyermekgyógyász, az a Dohnál Jenő főorvos volt, aki egy 60 ágyas gyermekosztályt hozott létre, és akkor a kor színvonalának megfelelően vezette ezt az osztályt, a legfontosabb tevékenysége a koraszülött ellátás volt. Az országban itt először alakult ki ilyen klimatizált box rendszer, ahol ezeket a pici, nagyon súlyos koraszülötteket el tudták látni. Aztán a következő nagy formátumú vezető a Lengyel Ferenc főorvos volt, akinek a nevéhez fűződik az 1968-ban átadott, azóta már hál' Istennek lebontott akkori új épület, ami akkor tényleg a legkorszerűbb volt itt Kelet-Magyarországon. És azt követte a Szombati Gábor főorvos úr, aki felismerte azt, hogy a gyerekgyógyászat az összességében nem elegendő a gyerekek ellátásához, specializációt kell elindítani, és ő indította el ezt a specializációt a gyerekgyógyászaton belül, és az első ilyen terület volt a gyermek ideggyógyászat, a gyermek neurológia, ami megalakult. Aztán jöttem én 1987-ben, és utána folytattuk ezt a szellemiséget, folytattuk a specializációt nem csak a járóbeteg ellátásban, hanem a fekvőbeteg ellátásban is. Így alakult ki az újszülött intenzív ellátás, a gyermekintenzív ellátás, a gyermeksebészeti ellátás, ez a bizonyos koraszülött mentő, mint amit a beharangozóban is hallottunk, és hát eljutottunk oda, hogy tavaly előtt 2015. május 1-től valóban egy európai szintű 21. századi épületbe sikerült átköltözni a gyermekellátásnak. 5 szinten történik a gyermekellátás, és ebben az új épületben mindennek megvan a tágas helye, és ami a legfontosabb, hogy a gyerekek, illetve a szüleiknek az elhelyezésére olyan ideális körülmények vannak, hogy a babával, a gyerekkel, az édesanyja ott tud éjszaka is tartózkodni, már nem csak egy kis széken kell kuporognia, mint régen, hanem egy megfelelő fekvő alkalmatosság van, sőt, minden egyes kórteremhez fürdőszoba van, tehát ez tényleg ideális. Azt kívánnám, hogy minden ilyen intézmény ilyen legyen ma Magyarországon. Sikerült ezt az ezek szerint úttörő szellemiséget, amit itt elmondott a múltat felsorolva, megőrizni? Hát én nekem nem tisztem ezt megítélni, de úgy érzem, hogy igen.
Talán azt mondhatom, hogy a szakmai ellátás az osztályunkon egy megyei kórházhoz elvárható szinten van, sőt, bizonyos vonatkozásban még regionális feladatokat is látunk el. És az én kollégáim azok a specializáció szerteágazó területét művelik, és így tudjuk biztosítani azt az ellátást, amit akár a szomszédos Hajdú-Bihar megyében a klinikán is tudnak a gyerekek részére biztosítani. Egyetlen egy terület van, amivel nem foglalkozunk, és ennek az oka az, hogy hál' Istennek ebből nagyon kevés betegszám fordul elő, ez a daganatos betegségeknek a kezelése. Ez centralizáltan történik az országban. Az ilyen típusú gyerekeket a Debreceni Gyermekklinikára küldjük, és ott gyógykezelik őket. Mi az, ami kifejezett erőssége a Nyíregyházi Gyermekosztálynak? Én azt gondolom, hogy a szakmai diverzitás. Tehát, hogy minden területen legalább kettő szakember van, aki ellátja. Gondolok itt akár a gyermek szívgyógyászatra, vagy a gyermek ideggyógyászatra, vagy a gyerek tüdőgyógyászatra, vagy a gyerek bélbetegségekkel foglalkozok, de ugyanígy a gyermek intenzív, vagy az újszült intenzív, a gyermeksebészet területén. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy előnye a mostani gyerekellátásnak. Nagy előnye az, hogy az elmúlt beharangozott pólus projektben olyan új technikai eljárásokat tudtunk bevezetni, ameddig nem állt rendelkezésünkre. Itt is kiemelném a gyermekintenzív ellátási területeket, ahol teljesen új inkubátorparkunk lett, új típusú lélegeztetőgépek, de említhetném a gyermeksebészeti műtőnek a kialakítását. Tehát most már nem kell egy másik épületbe átfurikáznunk a beteget, aki műtétre szorul, hanem ott van a gyermek intenzív és a gyermeksebészeti részleg mellett a műtő 10 méterre, és onnan együtt tud a szüleivel a műtőbe bemenni a gyermek, és amikor ébred, akkor már ott van az édesanyja a gyermek lett, tehát ez valóban egy ideális terület. Én azt gondolom, hogy ezeken a területen tudtunk újakat nyújtani az új beruházás következtében. Mi az, ami hiányosság, amit fejleszteni szeretnének? Hát két terület van, amire még vágyunk. Az egyik az, hogy ebben a bizonyos beruházásban bizonyos diagnosztikus eszközök sajnos pénzhiány miatt kimaradtak. Itt a gyermek kardiológia, gyermek szívgyógyászat területén lett volna egy nagyon komoly szívultrahangos készülék, ami nem került beszerzésre, és a gyermek radiológia vonatkozásában egy képalkotó laboratóriumnak a kialakítása, ami szintén az eredeti projektben benne volt, de ez nem valósult meg. Nagyon nagy ígéretünk van a kórházvezetése részéről, hogy ezt az elkövetkezendő években megpróbáljuk pótolni, és egy új szakmai irányt próbálunk venni, mert sajnos nagy szükség van rá. Ez a gyermekpszichiátria. Mindennapos sajnos a gyermekpszichiátriai eseteknek nem csak a szakrendelőkben, hanem az osztályon való megjelenése is, és erre nincs megfelelő kubatúra, nincs családterápiás helyiségünk, nincs közösségi helyiségünk, nincs megfelelő pszichológiai rendelő, gyermekpszichiátriai rendelő, és ebben az évben indult egy országos program, hogy különböző területen az országoknak ki kell alakítani ilyen gyermekpszichiátriai központokat. Erre egy pályázatkiírás történt, és hál' Istennek ebben a pályázaton nyertünk, és Szabolcs-Szatmár-Merében, Mereg megyében lesz egy ilyen gyermekpszichiátriai centrum. Ennek a központja az Nyíregyházán lesz, és egy alcentruma pedig Fehérgyarmati Kórház gyermekosztályán lesz. Én bízom abban, hogy ez az új ellátás ennek a beteg csoportnak, akik sajnos segítségre szorulnak, legkülönbözőbb típusú betegségek a tudathasadástól kezdve, ugye, ami a legszörnyűbb, az egyszerű viselkedés zavarokig, nagyon sok ilyen gyermekkel találkozunk, és nekik szeretnénk egy korszerűbb és egy magasabb szakmai szintű ellátást biztosítani ezzel a fejlesztéssel. Nem csak a gyermekgyógyászat, hanem általában a nyugati típusú orvoslásra jellemző a specializáció, ezt ki is hangsúlyozta. Ugyanakkor fontos, hogy a specializáció mellett integráltan, holisztikusan is tudják szemlélni az egyes betegeket. Hogyan tud ez érvényesülni a gyerekosztályon? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és én mindig azt mondom, hogy a specialistának először gyermekorvosnak kell lennie.
Tehát látnia kell a gyermek egészét. És utána, amikor ezt látja, akkor foglalkozom a szívével, foglalkozom az idegrendszerével, foglalkozom a béltraktusával, foglalkozom a csontvelőképzéssel, mert nagyon sok átfedés van bizonyos típusú betegségek vonatkozásában a gyermekgyógyászatban. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Például valakinek fáj a hasa, nagyon fáj a hasa, nem biztos, hogy meg kell operálni, lehet, hogy annak a gyereknek cukorbetegsége van. Tehát ezért próbáljuk mi egymást úgy formálni a gyermekosztályon, hogy legyünk specialisták, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy mi alapvetően gyermekgyógyászok vagyunk. Dr. Dicső Ferenc, gratulálok a szép eredményekhez, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy itt lehettem.